A Nébik legutóbb a Burgonyánál vezetett be új kötelező jelölést, a hatóság továbbra is kiáll az élelmiszerlánc biztonság biztosítása a termékek nyomon követhetősége mellett. A Burgonyánál az áru származási helyét, főzési típusát kellett besorolni. A jelölés a vásárló tájékozódását, választását is segíti. A fogyasztókat segítheti az új GMO-mentes jelölés is, amire vállalkozhatnak az előállítók, a forgalmazók. Nem kötelező, de feltüntethető ezentúl az, ha bizonyítottan GMO-mentes egy termék. Mint köztudott, Magyarországon szigorúan tiltott a genetikailag módosított növénykultúrák termesztése, de az uniós szabályozás szerint, ha egy adott GMO-t tartalmazó élelmiszert az Unióban engedélyeztek, akkor azt forgalomba lehet hozni az Európai Unió területén, tehát Magyarországra is kerülnek ilyen termékek. Ezeknél a termékeknél jelölik, hogy génmódosított anyagot tartalmaz. Az új hazai rendelet viszont fordított ezen, mondta Vajda Lajos 35 perc című műsorunkban. Éppen ezért a magyar jogalkotásnak az volt a célja, hogy próbáljuk a fogyasztók érdekében, a vásárlók érdekében azt megjelölni, hogyha valami garantáltan GMO-mentes. Tehát nem az, hogy GMO-tartalma arra van kötelezettség, hanem egy lehetőséget ad arra, hogyha valaki biztosítani és igazolni tudja, hogy a rendeletben, amit említettek, most lépett hatályba, rendeletben leírtakat be tudja tartani, akkor ő jogosult arra feltüntetni a saját termékén, hogy az GMO-mentes termésből származik, vagy olyan állatok GMO-mentes takarmánya letett állatokból származik. Húsra, halra, tojásra, tejre és mézre is kerülhet a GMO-mentes jelölés. Hús esetében csak olyan termékre, amely olyan állatból származik, melyet legalább egy éve nem etettek GMO-s takarmánnyal. A jelölést igazoló és alátámasztó dokumentumokat ellenőrizni is fogja a Nébik. Egyébként a legtöbbször a génmódosított növények között a szóját és a kukoricát említik.